erőtörések és bojlerhibák Abasáron. Transformátorállomás az áramszünetek ellen. 40 csoport, 35 év, ünnepelt a Gyöngyök. Ezek lesznek ma a legfontosabb híreink, jó estét kívánok! Csőtörések voltak, bojlerek mentek tönkre Abasáron az új vízellátórendszer beüzemelésekor. Péntek este óta tucatnyi ingatlan tulajdonos jelezte az önkormányzatnál, hogy meghibásodás történt. A településen továbbra is csak használati víz van, előreláthatólag pénteken lehet ihatóvíz a hálózatban. Itt a Vörösmarty úton és a Malom úton nem bírták a terhelést a vízvezetékek Abasáron. A hálózat beüzemelésekor történt az üzemzavar. Beépítettek bizonyos nyomás szabályzó berendezést, amely sajnos meghibásodott a hétvégén. Pénteken ebből adódóan az 5,1 bár nyomásról 7,1-2 bár nyomásra emelkedett hirtelen kilengéssel sajnos a vízoszlop nyomása a rendszerre. A csőtörések mellett valószínűleg a hirtelen nagy nyomás miatt több lakásban is meghibásodott a vízbojler, a vízcsap és egy lakás elázott. A felső szomszéd leszólt, hogy folyik a víz önnála, szétment a bojler, vagy micsoda, először én észre se vettem, csak utána, amikor néztem, hogy honnan folyik a víz, a bojlerom végigfolyott bele a laborba, meg a bödörbe, hát a szőnyeggel azt föl tudtam takarítani. A károk felmérését már pénteken elkezdték. A károsultak listáját az önkormányzat továbbítja a vízszolgáltató biztosítója felé. Tucatnyi ingatlant érint a kár, és vannak még olyan bejelentések, melyeket ellenőriznek. A csőtöréseket elhárították, de a további munkálatok során a használati víz cseréje miatt újabb nyomás problémák is előfordulhatnak. Erről igyekeznek időben tájékoztatni a lakosságot. Ezért a lakosságot hangos bemondón és levélen keresztül értesítjük, hogy figyeljenek oda mindenre, és ha lehet, próbálják esetleg a nyomásszabályzókat, amik a bojlerek előtt vannak beépítve, esetleg elzárni, és amennyiben pedig probléma van, azonnal jelezzék a problémát ide a hivatalba, vagy pedig az ügyeleti számra. Az újonnan beépített vezetékből vett víz, mint a negatív, így megkezdődött a rendszer feltöltése, tette hozzá a polgármester. Ha a következő napokban vett vízminták is negatívak lesznek, várhatóan pénteken vagy szombaton már lehet inni a vezetékes vízből. Tavaly télen több milliós károkat okozott a gyakori áramszünet a Felső-Mátrában. Csak januárban 17 vezetékszakadás történt. Most, hogy megelőzzék a hasonló áramkieséseket, a szolgáltató úgynevezett automatizált transformátorállomást telepített Gajatető és Mátra Szent Imre közé. Ez az első eleme egy 3 éves fejlesztési programnak, melynek beruházási költsége 100 millió forint. Automatizált transformátorállomást telepítenek az Elműjémás szakemberei. Ez jelenthet megoldást az áramkimaradásokra, amelyek tavaly és idén évelején milliós károkat okoztak a térségben élő 1000 embernek, az itt működő vállalkozásoknak és a szállodáknak. A probléma megoldása érdekében Balázs József országgyűlési képviselő tárgyalásokat kezdeményezett az áramszolgáltatóval. Nagyon sok egyeztetés révén kerültünk abban a helyzetbe, hogy elindultak azok a fejlesztések, amelyeknek mindösszesen egy 100 millió forint lesz a nagyságrendje, amely az itt a térségben levő áramenergia ellátó hálózatok, hozzákapcsolódó eszközök cseréjét, korszerűsítését fogja majd véghez vinni. A Felső-Mátra újra éled, ehhez azonban szükség van a biztonságos és alapvető áramellátásra. Ha ez nem adott, milliárdos beruházások kerülhetnek veszélybe, nem beszélve az itt élők mindennapjairól, mondta Balázs József. Hamarosan távműködtetésű oszlopkapcsolókat is üzembe helyeznek, melynek segítségével a hibás szakasz gyorsabban leválasztható a rendszerről, hangzott el a közös tájékoztatón. A mátrai energiaszolgáltatás azért nehéz, mert nagyon szigorú környezetvédelmi követelmények között kell műszaki berendezéseket üzemeltetni, nem lehet olyan távolságra visszanyírni az erdőt, mint egy szokásos esetben. Ezért az volt a feladat, hogy olyan úgynevezett távkapcsolókat tudjunk üzembe állítani, amely egy esetleges fakidőlés esetén a hálózat sérült részét egyszer lekapcsolja. Ez a berendezés nem más, mint egy nagy villanykapcsoló gyakorlatilag.
Ez az első lépés, emellett több más műszaki megoldásra is van szükség, egy 3 éves 100 millió forint volumenű program elején állunk. A védőtávolságok szélesítése a következő feladat a vezetékek védelme érdekében, és ha az engedélyek rendelkezésre állnak, a kritikus szakaszon a kábeleket a föld alá helyezik, tette hozzá Boros Norbert. Egésznapos kézműves foglalkozásokkal, kiállításokkal és jubileumi gálával ünnepelte a Mátra Művelődési Központ megnyitásának 35. évfordulóját. Az 1978-ban megnyílt intézmény jelenleg több mint 40 civil csoportnak az otthona, és bár az eltelt idő nyomot hagyott az épületen, továbbra is igyekszik mind a csoportok, mind a közönség legjobb kiszolgálását megvalósítani. Az 1978-ban átadott Mátra Művelődési Központ elmúlt 35 esztendeje igencsak változatos volt. A csupán az utóbbi 5 év rendezvényeinek plakátjaiból összeállított kiállítás is ezt bizonyítja. A jubileum alkalmából megrendezett ünnepségen Birnbaumné Pintér Mária, a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ igazgatója, az új művelődési ház első igazgatójáról, Szívós Józsefről és egykori munkatársairól emlékezett meg. Amikor ő elindított ezt a művelődési házat, azért egyrészt könnyű dolga volt, másrészt nehéz. Újat kellett alkotnia, de nem voltak kivel mérjék össze, illetve nem voltak olyan kihívásaik, mint a mai kornak, amikor ott a televízió, ott vannak olyan egyéb lehetőségek, számítógép, amin keresztül kultúrát kvázi el lehet érni. Patkos Magdolna 6 éven keresztül volt az intézmény vezetője. Ünnepi hozzászólásában elmondta, az ő ideje alatt az elődök által lefektetett hagyományokra építve próbálták megújítani a művelődési központot. A Gyöngyösi Művészeti Hetek elindítása is ennek a jegyében történt. Ugyanakkor magát a házat is egyre inkább modernizálni kellett. Nyilván 35 évvel ezelőtt ez az intézmény sokkal korszerűbbnek számított, mint ma. Bár hozzáteszem, hogy azért a mi időszakunkban igyekeztünk korszerűsíteni az intézményt úgy technikai színvonalon, mint az épületben, amit csak lehetett, és amire volt pénzünk természetesen, azt javítgattuk, csinosítgattuk. A Mátra Művelődési Központ nem csupán a nívós színpadi produkcióknak helyt adó intézmény volt kezdettől fogva, hanem azoknak a civil szerveződéseknek is, melyek falai között találtak otthonra. Hát tulajdonképpen itthon vagyunk, és ez nagyon fontos, hogy ezt mondhatjuk. Saját termünk van, ahol minden alkalommal tudjuk a próbákat tartani. Felszerelést kaptunk, időközben itt szereztünk, és van nekünk itt egy olyan társulásunk, amelyiknek a neve Kuckó Színpad. Az ünnepi műsorban a házban működő csoportok is felléptek. Az idén 30. születésnapját ünneplő Cantus Corvinus kórus, valamint a Cantare Városi Vegyeskar dalokkal tisztelgett a jubileum előtt, a Vidrócki Néptánc Együttes pedig tánccal. Azok a csoportok, akik nem léphettek színpadra, kiállításon mutatták be tevékenységüket. 25. alkalommal szervezték meg az ásványgyűjtők mátrai találkozóját a Mátra Szakképző Iskolában a hétvégén. Az érdeklődők ásványgyűjtő túrán vehettek részt, egyedi ékszereket vásárolhattak, és különleges magángyűjteményeket is megcsodálhattak, de átadták a Mátra legszebb ásványa díjat is. Egyedi ékszerek, különleges ásványok és festmények is szerepeltek az idei ásványbörzén Mátrafüreden. A Mátra Szakképző Iskolában 25. alkalommal megrendezett eseményre a gyűjtők mellett sok család is kilátogatott. Volt, aki vásárolt is, és volt, aki csak szemlélte a szebbnél szebb köveket. A hétvégén tartott rendezvényen átadták a Mátra legszebb ásványadíjat is. Az első mátrai ásványgyűjtő találkozót bő negyed százada még a Gyöngyösoriszi Kultúrházban családias körülmények között tartották. A rendezvény mostanra az ország egyik legjelentősebb ásványbörzéjévé nőtte ki magát. Idén 4 magángyűjtemény és 18 árus vonzotta az ásványok szerelmeseit. Mi is nagyon büszkék vagyunk erre a rendezvényre, és olyan igény van rá, hogy akik eljönnek, azok mindig megkérnek bennünket, hogy a jövőre is rendezzük meg, jövőben is rendezzük meg. Mi ezt vállaljuk is természetesen, nagy örömmel. A találkozó megszervezése közel egy teljes évet igénybe vesz, így a szervezők már az idei rendezvény után nekilátnak a jövő évi programok összeállításának. Nem mindegy, hogy ismer meg minket az ország, hiszen egy országos beiskolázású hely vagyunk, és hogyha egy ilyen ásványbőze és kiállítás keretében ide jönnek a nézelődők, a vásárlók, akkor az iskolánkat is megismerik, és tudják, hogy milyen jó és nagyon szép helyen vagyunk.
A program szombaton ásványgyűjtő túrával, valamint szakmai előadásokkal kezdődött, vasárnap pedig többek között Lengyelországból, Szlovákiából és Erdélyből érkezett kiállítók mutatták be portékáikat, de hazai gyűjtemények is jelen voltak a bőrzén. Itt van egy családias hangulat, ami máshol nem nagyon adódik meg, tehát egy normál ásványbőrzén, Ott azért nem ismer senki semmit, itt azért sok-sok az ismerős is. Vasárnap átadták a Mátra legszebb ásványa díjat is, amit idén Lovász András Gyöngyös-Orosziban felelt, több generációs kalcitja érdemelte ki. A Mártonnap az utolsó olyan alkalom az adventi böjt előtt, amikor megengedett a jóízű falatozás és a mulatozás. Gyöngyösen a gyerekek a Mátra Múzeum kézműves foglalkozásán ismerkedhettek meg a Mártonnaphoz tartozó hagyományokkal és hiedelmekkel. Át is lehet látni a Balkács Pircen, hogy ott van a két anyag közül, ugye a csőr, az akasztó és a lába. A liba dísz készítésének menetét magyarázza a gyerekeknek a Mátra Múzeumban a Mártonnapi kézműves foglalkozás vezetője. A kicsik a délelőtt folyamán, alkotás közben megismerkedhettek a mártonnapi hagyományokkal is. Pári Csabáné tapasztalatai szerint egyre több szülő tartja fontosnak, hogy gyermekük ismerje a magyar népszokásokat. Igen, tájékozottak. Tehát mindig... Talán még lehet, hogy tájékozottabbak, mint mi felnőttek, főleg az óvodában én úgy vettem észre, hogy ezért a népmessék által azért jobban bevezetik őket a néphagyományokba, népszokásokba. És hát most már ugye vannak hagyományteremtő foglalkozások, vagy van néptánc foglalkozások, aminek keretében én úgy hallottam, hogy azért egy pár szót ejtenek a hagyományokról is. A múzeumban az elmúlt évek alatt hagyománnyá vált, hogy a fontosabb ünnepnapokat kézműves foglalkozások segítségével ismertetik meg a gyerekekkel. Sok kisgyermekes család rendszeres látogatója ezeknek a rendezvényeknek, ám mindig akadnak új résztvevők. Az óvodában láttunk egy plakátot erről, és úgy gondoltuk, hogy meglátogatjuk. Voltak már ilyen programon itt korábban? Nem. A foglalkozás vezetője azt mondja, a nagyon pici gyerekek még nem élvezik a kézműveskedést, az óvodás korú gyerekek azonban már sikerélményekkel térhetnek haza. Szülők, nagyszülők sokszor jobban élvezik ezeket a foglalkozásokat, mint maga a gyerek, de egész pici kortól, tehát mondjuk én azt javaslom, hogy azért egy 5-6 éves kor az a ideális, amikor már el lehet hozni egy kézművesre egy gyereket, mert akkor már ő is élvezi a dolgot. Az ehhez hasonló foglalkozásokról a szülők a múzeum honlapja mellett az óvodákban kihelyezett plakátokról is értesülhetnek. Az alapszakasz végkimenetelét döntően befolyásoló győzelmet szerzett a Bébron Gyöngyös a Győr ellen. A mérkőzés jól indult és végig magabiztos előnnyel. A félidőben 14-10 arányú vezetéssel mehettek pihenőre Hajdújék. A folytatásban azonban magára talált a Győr, és az utolsó másodpercekig pattanásig feszült a hangulat. Amint a meccs előtt beszéltünk, kevesen voltunk. Tehát sokat sérültünk, mai meccsen ez fokozatosan előjött. Nem tudtam megfelelően rotálni őket, mert volt egy-két olyan teljesítmény, amivel már én sem mertem fölvállalni a pályára küldöm. És sajnos három ember játszott a végig a belső posztot, ami azt kell mondjam, hogy csoda, hogy nyertünk. Nagyon impotens támadójáték volt. Valamilyen szinten meg leveszem a vállukról a felelősséget, mert irányító nélkül játszanak, borzasztó nehéz. Annak ellenére a védekezés jó volt, de bátortalan, nem is találok jelzőt, milyen meccset játszottunk. Örüljünk a két pontnak és felejtsük el a többit. A csapatkapitány Sándor Ákos is úgy vélte, fontos két pontot szereztek a Győr ellen. Jól kezdtünk és hamar elhoztunk több góla, és igazából visszahoztuk őket a meccsbe, mert buta szabálytalanságokat csináltunk, és hamar ellőttük a labdát támadásban, és ezáltal visszajöttek, és Trostamik is jól játszott, úgy érzem, és ez is köszönhető ezt a szoros meccset. De igazából két pont megvan, és szerintem ennek örül. A vendégek edzője elégedett volt csapata teljesítményével, és reménykedett a végén a döntetlen eredményben. A Gyöngyös a hétfői Veszprém mérkőzés után hosszabb szünetet követően a Balatonfüred elleni mérkőzésre hangolódhat, mely már a tavaszi szezon előrehozott találkozójának számít majd. Demján Sándor állami tőkét vár a kiskereskedelembe. A nagyvállalkozó szerint a kormány sokkal bátrabb is lehetne az áfa csökkentéssel.
de azt is kérte Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől, hogy bánjanak méltányosan az elrontott kasszacsere miatt nehéz helyzetbe került vétlen kiskereskedőkkel. Több mint 100 trafikos bukta a koncessziót. A legfrissebb adatok szerint eddig az 5800 trafik koncesszióban működő 6343 üzletből 124 jogosultságot vontak vissza. Ennek okai olyan vállalások, amelyeket a koncesszió tulajdonosok nem tudtak teljesíteni, illetve az ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok, vagy ki nem adott NAV engedélyek. Most pedig következzenek a mai tőzsdei záróértékek. A vezető részvények közül a Magyar Telekom 279, a MOL 14250, az OTP 4491, a Richter 4395, a TVK pedig 3250 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX legutóbbi záróértékéhez képest 211 pontot csökkent, így 18737 ponton zárt. Most pedig mai híreink röviden. Csőtörések és bojlárhibák Abasáron. Transformátorállomás az áramszünetek ellen. 40 csoport, 35 év. Ünnepelt a Gyöngyön. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!